Vegyvédelmi ruhába öltözött tűzoltók viszik el a Berentei általános iskola diákját. A községben, csak úgy, mint minden környező településen, az ellen a klórfelhő ellen próbálnak védekezni, amely csütörtök délelőtt a Borsodkem területéről szabadult ki, mivel egy cseppfolyós klort szállító vasúti tartálykocsi lefejtőtömlője megsérült. Szerencsére mindez csak annak a védelmi gyakorlatnak az elméleti feltételezése volt, amelyet csütörtökön tartottak Kazincbarcikán, Sajó-Szentpéteren és Berentén. A KVTV híradójának a kazincbarcikai katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője azt mondta, az október 20-ai eseményhez hasonlókat a törvényben meghatározott rendszerességgel szükséges tartani. Kiemelte, a mostani ugyancsak egy részleges gyakorlat volt, azonban azt most is több szempont szerint ellenőrizték. Ami nagyon fontos, mennyire tudjuk a lakosságot tájékoztatni, hogy tudjuk elérni őket. Kipróbáljuk ezeket az eszközöket, amik jelen pillanatban rendelkezésre állnak, és hogy milyen intézkedéseket hoznak és hozunk, tudunk közösen meghozni annak érdekében, hogy egyrészt minél hamarabb felszámoljuk azt a károseményt, ami bekövetkezett, valamint, hogy minél nagyobb biztonságot szavatoljunk, és minél kisebb kárt okozzunk a környező településeken élő lakosságnak, ugye ezt teszteltük ilyenkor. Gyakorlatra hívja fel a figyelmet a KVTV. Egy éles helyzetben egyebek mellett ezen a felületen, az önkormányzat weboldalán és a helyi rádión keresztül is tájékoztatná a helyi védelmi bizottság az érintetteket. A Borsodkem biztonságtechnikai vezetője szerint nagyon fontos a lakosság tájékoztatása és felkészítése, még annak ellenére is, hogy a gyárban minden dolgozó rendszeresen vesz részt hasonló próbákon. Olyan szituációkat gyakorlunk, amikor azt feltételezzük, hogy a veszélyhelyzet már nem marad a kerítésen belül, és külső lakosságot is veszélyeztet. Mindenképpen szükséges ahhoz, hogy ezek a gyakorlatok életszerűek legyenek, a lakosságot tájékoztassuk, és a lakosság is tisztában legyen azokkal a kockázatokkal, amelyet egy ilyen vegyi gyár közelsége jelent. A csütörtöki védelmi gyakorlatot Sajó-Szentpéteren is megtartották. A város alpolgármestere azt hangsúlyozta, a próba számukra is fontos, hiszen a Borsodkem ehhez a településhez is nagyon közel van. Legelsősorban az a legfontosabb célja ennek a gyakorlatnak, hogy a itt élő emberek életét, egészségét óvjuk, védjük, és megelőzzük azokat a reakciókat, ami egy esetleges katasztrófa esetén kiváltana a lakosság körébe. Ez jelenthet egy pánik hangulatot, egy félelem, egy menekülési ösztönt, vagy pedig egy úgynevezett katasztrófa turizmusnak a kialakulását. Mert nagyon nehéz elhitetni az emberekkel, hogy baj van, és ha baj van, az gyakorolni kell, hogy mi annak az elhárítási módja. A klórfelhő okozta reggeli vészhelyzet délután 1 óra után múlt el. Ezt követően az élet mindegyik településen visszatért a normál kerékvágásba, vagyis a gyakorlat sikeres volt, köszönhetően a felkészült védelmi bizottságoknak, a szakembereknek és a magas fokú biztonsági szabályoknak.